Napi 12 óra stream. YouTube meg nulla. Vágom. Discord.io per videórendelés. Jó szórakozást a videóhoz. Három törpe beszélget. Aha. Hát három törpe, tudja, ez ilyen kis izék törpék, mely nevésű fasztalisnyák. Yeah. A Lilliputiak, azt mondja. Beszélgetnek ár, mert most már valami nagy dolgot kéne véghez vinni. Nézegetik a Facebookot, lássák, hogy pénteken Guinness rekordok napja lesz. Aha. Nézegetik a törpék magukat, azt mondja az egyik, hogy hát... Figyeljetek, én elmegyek. Én szerintem nekem a legkisebb lábom a világon, én elmegyek. Azt mondja, jó, a másik is nézegeti magát, azt mondja, szerintem... Hát nekem van a legkisebb kezem a világon. Azt mondja a harmadik. Nézi, benéz a gatyába. Hát figyeljetek, srácok, én is elmegyek, én szerintem nekem a legkisebb faszom a világon. Na, el is jön a péntek, le is megy a verseny, jönnek hazafele. Jön az első tört, nagyon örül magának, ott van nála az oklevél. Világ legkisebb lábának a tulajdonosa. Hű, örülnek is maguknak, jön a másik. Azt mondja, hát nekem meg képzeljétek el, a legkisebb kezem van a világon. Búslakodik a harmadik, rugdossa a földet, se oklevél, se semmi. Azt mondják, hát veled meg mi van? Hát, nem nyertem, csak tudnám ki a fene ez a Derek Morgan. Mi az, hogy nem fizetett ki? Ezt mondja, pénzed van a mon. Haló? Szerintem működik a motorod. Na. Hát ezt tudtuk intézni. Ott kicsikányhetek vannak a HKS-ba. Na? Az anomáliák csak hozzájárnak. Anya! Nem! Ott maradsz! Ott maradsz! Maradj! Mellé ment! Luft! Ez ilyen Mike Tyson féltetlen. Igen. Azt hittem, hogy Tibor egy nő. Behívott. Tehát tudta, hogy férfi. Hát végigmondhat, George. Mondja, hogy nem szólok közben. Tehát megcsókolta? No, mondja már, hogy hogy volt. Úgy volt, hogy behívott a... Összes márolta ezzel Tiborra. Lenyalt a barbecue-szózt a szájáról, vagy hogy volt? Úgy csinálta, mint a macska? Felnőtt emberek vagyunk. Jó, világos. Hát... Szép akartam lenni mindenhol, és kivasaltottam a herém. Tényleg? Jó. Yeah, of course! Aj, kezdet, én is voltam a kórházba. Elmentem, azt mondták, hogy nagyon fontos, hogy beszélgessünk a gyerekekhez, úgyhogy elmentem felolvasni a spermáidnak. Really? Hey, Cibianka! Ami a szájsze? Ah, mindjárt hétvége, mit csinálsz hétvégén? Mit csinálsz hétvégén? Mint a hétvége? Kis felnéz, Netflixezés, kis... Áó, miért? Hát mert... Gyereket fogok szülni valószínűleg. Hétvégén nem vagy kiíló, én azt hittem szoktam, hogy igen, nem igen. Te lesz. Hát, mivel csak a hason megy, azért kézi gondolat. Azt hittem fel, hogy fújod a szokkal fiót, én nem tudtam eszkő. Volt a boszba. Csubislek, te mi a faszomat csinálsz? Semmit. Mit csinálsz? Hát a katalizátor beszerző vagyok. Te ismerem a fajtát, te hígyedem, levágom a kezedet! Levágom a kezedet, te! Levágom a kezedet! Akkor ez privátban csak magának. Jó. Tessék! Ez a BMW, ez alsó kategóriás. Tényleg? Mi közöm hozzá? Hogy erre kit érdekel? Alsó kategóriás. Te is alsó kategóriás, hogy hülye gyerek. Ez egy embőt elhordt. Nem elkös vagy, gyerek! 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 Nem elkös vagy, gyerek!
ördög itt nem teljesíti a parancsomat, doszpot. Szóval igazából, hogyha nem teljesíti a parancsomat, akkor vedd szépen a BU-hoz, doszpot. Tehát nekem itt mondhat akármit, azt mondom, amit akar, de a nap végén még mindig én vagyok a felettes a doszpot, és azt csinálja, amit én mondok. Hogy én azt mondom, hogy odamed a kúthoz, és kibaszhatom beleugrik, akkor fejjel előre, kövön a lábán fog beleugrani a bakkódba, doszpot. Tök mindegy, hogy mi van. Tök mindegy, hogy mi van, doszpot, nekem itt ne feleseljen. Fogja be a száját. Be vagyok zuhanva, tesó. Kurvára, érted? Nem tudom. Szerezünk neked valami antidepresszást. Azt hallottam, hogy az jó székrekedésre, meg ilyenekre. Mondan a faszomban lenne antidepresszás. A városban nem gondolnak az ilyen emberekre. Mivel a faszom, utána meg híre megy, hogy valami bajom van, érted? De akkor majd magamnak kérem. Na, az se jó, érted? De rólam tudják, hogy én vagyok itt a legkeményebb, érted? Meghallják, hogy gyengeség van. Akkor meg fognak támadni, érted? Erősnek kell mutatkozzam. Hallod, most úgyis csak ketten vagyunk. Menjünk el a templomba gyónni. Megy a faszom gyónni, ugye vagy te? Ütősz, hogy usz faszunk, köcög az összes szóra. Hagyjál zönbe! Hagyjál zönbe! Olyan büdös, mint te! Ilyen büdös kocs! Milyen cickába megvertelek mindenki előtt, egy kis büdös köcsön! Hát mindenki előtt megvertelek! Te szekjázi szóló geci! Te geci szóló szlici! Édes jó Istenem, mik ezek a festmények? Melyik? A család! Gyuriban nem élik ki nevetni a felmenéket. Az öreg anyám, az meg az ők anyám. Értem. Mely van kis minkába az ősz? Ha már nem lehet neki, hadd döntse már el, hogy mit most szeretne, jó? Ha most kirakcsélik a mamának a fotóját, ha? Az ők sem bántjuk magukat, ha? Az öreg cigány Jósnit Gyuriban. Ó, Istenem, legalább igazítanák meg, hogy egyenesen álljon. Az egy szép, akkor már mondom. Az meg ott hátul, az a Gino ott a képen? Nem tudjuk, de most figyeljen már egy picit. Ha egyenesbe tesszük itten ezt a képet, akkor áll majd a tévébe az adás, érti, ha? Ja. Hát erre nem gondoltam. Következő, az lőfegyver bármit jön. Jó a fegyver. És hol? Gondoltam. Hát is ebben máshol. Nem, akkor kiveszem a zsebéből a lőfegyverét. Jó. Nézem az urvázatát. Tudod bele a hajam, és tudod velem, hogy labamba. Gyuri bácsi, tessel lelőni, ez olyan borzalmas, hogy inkább meghalnék. De maga nem érdekel? Nem ismerem ezt a dalt. Mit ismer? Mesélek a bornak? Mit ismer? Mesélek a bornak? Mit ismeri? Nem tudom, így írt le. Köszönöm, hogy megnézted a videót, ha tetszett, kommentelj és iratkozz fel. További tartalmakért és infókért kövess minket a leírásban található közösségi oldalainkon. Legyen szép napod! Szia!